A Dorog elleni 2-1-es győzelemmel Soroksárnak sikerült otthon tartania a 3 pontot. Hiába kezdett jól a vendégcsapat, végül nem tudtak elmozdulni a tabella utolsó helyéről. A legfontosabb az volt, amit beszéltünk a fiúkkal, 3 pont. Tehát vannak elmecsek, amit nem sikerülnek mindig úgy, ahogy elképzelünk, de első és legfontosabb, hogy hittek a magukba, és hittek ebben a győzelembe, és ez is valósult. Az EB2-ből nincs könnyű ellenfelek, tehát akárki is, kivel játszunk, tehát nekünk első és legfontosabb az, hogy igenis csak saját magunkra figyelünk. Sokan még a büfében vártak a forró teára a szünetben, amikor Lőrinci Attila a második félidő első percében egy félfordulatból váratlanul a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Nagyon sokan jöttek oda hozzám, hogy nem látták a gólomat, mert hogy ugye egyből azt hiszem a 30. másodpercben volt a második félidőben. Hát egy olyan szitu volt, ahol láttam, hogy bizonytalan a kapus, meg a védő is, nem értették meg egymást, aztán oda mentem, elpöcköltem, és szerintem mondtam is a többieknek, hogy azért sikerült onnan betalálnom, mert nem gondolkoztam, hanem egyből kapura rúgtam, úgyhogy sikerült. Sérülései miatt több mérkőzést is ki kellett hagyni az elmúlt hetekben Lőrinci Attilának, de a Sorik középpályása újra készen áll arra, hogy folytassa a szezon elejé gólerős játékát. Volt egy kisebb sérülésem, amire szenvedtem, ugye emiatt szakécsként csak a padon tudtam lenni, utána hát sajnos beteg is lettem, emiatt 2 meccset ki kellett hagyjak. Elég frusztráló volt, ugye az MTK ellen már itt tudtam lenni a lelátón, és kívülről nézni nagyon rossz volt, de most már egészséges vagyok, úgyhogy innentől kezdve újra próbálok segíteni a csapatnak. Hát nem is a sérülés vett ki sokat, hanem a betegség, mert ugye akkor nem tudtam mozogni, ott egy jó másfél-két hetet ugye le kellett álljak, de szerintem így, hogy sok meccs van, ez most hamar visszajött, szóval most már újra 100%-osnak érzem magam. Az előző mérkőzéseken több fiatal játékos is beszállt csereként, és jó teljesítményt nyújtottak. Soroksárnak fontos az utánpótlás nevelés. Fejlődni kell neki minimálni lépésről lépésre, tehát meccsről meccsre, tehát azért is nekünk ez a feladat itt a Soroksárnak, hogy minél több fiatal játékosnak próbáljunk a lehetőséget adni, és szerintem, hogy jó úton haladnak a fiúk. 8 nap alatt 3 mérkőzést játszik a csapat, így nincs sok idejük felkészülni a meccsekre. Vasárnap Békés Csabára utaznak, és ismét olyan gárdával mérkőznek meg, mely a tabellán jóval hátrébb helyezkedik el. A fiúk felkészültve vannak, tehát tudunk, hogy ez sorozat terhelés, nem csak nekünk, hanem mindenkinek. Próbálunk ezek a dolgokat figyelni, tehát itt a regeneráció a legfontosabb, és mindig a következő meccsek koncentráljunk. Az MB2-ben nincs könnyű ellenfelek. Természetesen, hogy tisztelünk és becsülünk minden egyes ellenfelet, de mi saját magunkra foglalkozunk. Legjobban akarunk kihozni a saját játékunkból, és a mi elveink és mi elképzelésünk, amit lesznek a meccsben, hogy kihozzunk a maximumot. Tehát itt nagyon fontos. És a másik, amit nagyon fontos lesz most a következő ellenfelek, később arról beszélve, igen, és nagyon fontos lesz, hogy magasan koncentrálunk, sőt az utolsó pillanatig, mivel abba indulunk az utolsó 2 meccsből, a hajrájba rúgtak egyenlítő gólokat, tehát ez elég figyelmeztető jel, hogy igenis végig kell koncentrálni ezt a 90 percet, amit nem lesz könnyű, természetesen a vasárnap. A mérkőzés 13 órakor kezdődik Békés Csabán.